Köszöntöm a Répce TV nézőit és követőit, önök hírperceinket látják, tartsanak velünk ma is! Hosszú hónapok kihagyása után újraindult a Művházban a képzőművész szakkör. A csapat új vezetőt is kapott, Molnárné Szabó Ernestina, az általános iskola friss nyugdíjas tanára, a művészeti tagozat volt vezetője személyében. Az összegyűlt érdeklődőket a szervező intézmény nevében Boros András igazgató köszöntötte, majd egy rövid személyes bemutatkozás következett. Azt lehet mondani, hogy az általános iskolástól a nyugdíjasig minden korosztály képviselteti magát a szakkörön. Van, aki régi, rutinos alkotó. Laura pedig például a művészeti szakközepes felvételijéhez szeretne még több gyakorlatot szerezni. Olyan is van, aki egy ajándékba kapott élményfestés hatására vág bele az alkotás eme formájába, és olyan is, aki művészeti hajlamainak kielégítése mellett társaságot keres a szakkörön. Tóth Márta a közösségi média oldalain figyelt fel a hirdetésre, és mivel eddig is szívesen kézműveskedett, gondolta, ezt is kipróbálja. Hobbi szinten otthon foglalkoztam alkotgatók, én csak így hívom. Inkább most ez az alkotás, ez a virágkötészet és egyéb ilyen dekorációba, de előtte dekupás technikát alkalmaztam, táblákat festettem, szövegeket, nem tudom. Sok minden van, ami így érdekel, most kimondottan a festészet része, ami nagyon szeretném, hogyha kicsit bővülne a tudásom. Az első benyomás nagyon fontos, és ebből bizony jól vizsgázott a csoport. Nagyon szimpatikusak, szerintem nagyon jó csapat lesz. Egy nagyon szakképzett tanárnővel, én azt gondolom, akitől csak tanulni lehet. A tervek szerint, amennyiben a csapat olyan anyaggal rendelkezik már, meg is mutatják majd a közönségnek is alkotásaikat. Nagy kihívás számomra, én azt gondolom. Főleg, hogyha az ember saját maga azt érzi, hogy egy olyan művet tud kiadni a kezei közül, amit másnak is szívesen megmutat. A képzősök innétől fogva hetente találkoznak a művelődési ház emeleti termében, és különféle festési technikákkal ismerkednek elméleti és gyakorlati szinten egyaránt. Mi pedig izgatottan várjuk első tárlatukat. Nem csak a képzősök, a kötélugrók is újraindultak. A csapatot, amely bővült is néhány kis új taggal, továbbra is Gombos Diana vezeti. Edzéseiket minden héten csütörtökön a Művház nagytermében tartják. Mindkét csapat szeretettel várja a további érdeklődőket is, bármikor lehet csatlakozni hozzájuk. Véradást tartottak február 4-én pénteken városunkban. A donor akciónak a művelődési ház adott otthont, ezúttal 66-an nyújtottak segítőkezet, és váltak hőssé aznap. A Vöröskereszt helyi szervezete Facebook oldalán mondott köszönetet minden véradónak. Csütörtökön szabad egyetemi előadásra hívta az érdeklődőket a Nyitott Tér Kulturális Egyesület. Az előadó Tóth Csaba Munkácsi díjas festőművész volt, a téma pedig az elismert művészet történész Leonardo da Vincivel kapcsolatos korszakos felfedezése. Tóth Csaba elmondta, a pandémia ideje alatt készült el és jelent meg albuma a Szülőföld kiadó gondozásában, melyben szakrális műveit ismerhetik meg az érdeklődők. Ennek a műnek egyik fejezetében ír egy szenzációs felfedezéséről, miszerint a jelenleg a Szépművészeti Múzeum állandó kiállításán látható Mária gyermekével és a Kiskeresztelő Jánossal című festmény Leonardo da Vinci saját kezű alkotása. A művet gróf Pálffy János adományozta a múzeumnak 1912-ben. A festmény Marco Doggiono-nak tulajdonítják, keletkezési helye pedig Leonardo műhelye volt. Tóth Csaba elmondta, több okból is azt gondolja, hogy ez Leonardo da Vinci festménye. Összevetette a hitelesített Leonardo festmények közös jellemzőivel, és hasonlóságot keresett.
az előadás során részletesen bemutatta a vizsgált alkotó elemeket, amelyek a kompozíció, női arcok, gyermekarc típusok, kézmozdulatok, természeti háttér hasonlóságai, figurák alakja és a derékkendő megléte. A 7 vizsgált alkotó elem Leonardo többi művével és vázlataival nagy hasonlóságot és stílusbeli azonosságot mutat. Így jutott Tóth Csaba arra a következtetésre, hogy a mű Leonardo da Vinci saját kezű korai alkotása lehet. A szenzációs felfedezésről a szakember több fórumon is beszélt már, sőt a YouTube-on is megtekinthető az erről szóló teljes előadás, amely a Répcelaki publikum körében is nagy tetszést aratott. Jövő csütörtökön, február 17-én 17:30-tól közmeghallgatást tart városunk képviselőtestülete. A fórumnak a művelődési házad otthont. Az első napi rend keretében a Linde Gáz Magyarország ZRT biztonsági jelentését ismerteti Szabó József polgármester, majd a város 2022. évi költségvetésének tervezete hangzik el Pálla Péter a pénzügyi bizottság elnöke tolmácsolásában. A harmadik napi rend a környezetvédelem helyzetéről szóló beszámoló lesz, melyet Mérgesnés Tanfildikó városfejlesztési osztályvezető prezentál. Utolsó napi rendként az idei fejlesztésekről, beruházásokról és az aktuális feladatokról hallhatunk a polgármestertől. A gyűlésről felvétel készül, melyet azt követően vágatlanul közzéteszünk. Szegedre utazott szombaton a Teke csapat. A bajnokság vitathatatlan éllovasa ellen elsősorban a tisztes helytállás volt a cél. A Varga Bence, Simon Szabolcs alkotta ifjúsági csapatunk nagyszerű játékkal és szép eredményekkel nyerték meg a mérkőzést. A felnőttek esetében az első sorban sem Rozmán Szabolcs, sem a Molnár Pár, Bóka Róbert páros nem tudott csapatpontot szerezni az egykori répcelaki játékosok, Brancsek János és Zapletán Zsombor ellen. Második sorban a legjobb répcelaki eredménnyel Móricz Zoltánnak sem sikerült nyernie Karsai László ellenében, aki 658 fás eredményével a nap legjobbját gurította. Horváth Zoltánnak sikerült megszerezni a pontját. Az utolsó sorban Bíró Patrik és Tóth Áron lépett pályára, akik a jelentős fakülönbség ellenére megpróbálták az addig megszerzett egy pontot növelni, de sajnos nem jártak sikerrel. A csapat Facebook oldalán gratulált ellenfelének a remek játékhoz. Ezen a hétvégén Szent Gotthárdra látogatnak a srácok, aztán egy hét bajnoki szünet következik. Legközelebb február 26-án az Ajka csapat ellen szurkolhatunk hazai pályán nekik. Mai műsorunk véget ért, valamennyi munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kövessenek friss hírekért ezután is minket, figyeljék a Képújságot és a Répce TV Facebook oldalát. Találkozzunk legközelebb is, viszontlátásra! Műsorainkat támogatja Répcelak város önkormányzata, a Répcelak és vidéke kereskedelmi és szolgáltató Kft., a Renovó üzlet, a Prima Optika, Kis Dávid vállalkozó, a VES Trans fuvarozó és szolgáltató Kft., a Szabeki Divat, az Erika Virágüzlet és a Bindvíd Szépségstúdió. Köszönjük a támogatást!